Jótékonysági futást rendeztek augusztus 11-én vasárnap Nyíregyházán az Erdei tornapályán. Az eseményt az endometriózissal küzdő nőket és családjaikat támogató Együtt könnyebb női egészségért alapítvány szervezte. Az endometriózis egy nőgyógyászati betegség, és tulajdonképpen azt jelenti, hogy mély nyálkahártya szerű szövet kerül ki a méhen kívülre is akár, és ez szétszóródhat, tehát akár érinthet vesét, húgyhólyagot, mélszakaszt, tüdőt, tehát ilyen extrém előfordulási helyek is vannak, sajnos már elég gyakran. A fájdalmas menstruáció, a fájdalmas szexuális együttlét, ezek a vezető tünetei. És hát ahhoz képest, hogy azt mondjuk, hogy ugye a menstruáció, ha fáj, az tök oké, és a szomszédnak, és a barátnőknek, és mindenkinek fáj, ehhez képest nem. Tehát van egy kutatás, ami szerint minden második fájdalmas menstruációval küzdő nőnek endometriózisa van. És sajnos meddőséghez vezethet, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy minél korábbi stádiumban diagnosztizálva legyen. Ez a mai nap főként egy ilyen családi program, hiszen az érintetteknél ugye a családot is nagyon érinti ez a betegség, és ezért szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy mennyire számít maga a családi egészség, meg a családi összetartás és támogatás, és akkor erre épült fel ugye a gyerekprogramokkal, a szűrővizsgálatokkal, a maga egy ilyen kikapcsolódási hangulatot nyújtson, az, hogy maga az érintettek is a betegségről is el tudjanak feledkezni, meg azok, akik kijönnek, tudják mutatni a támogatásuk jelét az érintetteknek és családjuknak. A mai napot úgy raktuk össze, hogy a gyerekekre is gondolva, kétszer lesz egy gyerekfutam, ez 800 méter, ezen kívül van egy 7,5 kilométeres táv és egy 3,5 kilométer. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni. Hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, kövess Facebook és Instagram oldalunkat.